Üdvözlöm a tisztelt hallgatókat, ez a Farkas Verem, a Hír FM és a Nemzeti Emlékezet Bizottságának közös műsora, a Hír FM történelem órája. Mai vendégünk pedig, vendégeim pedig Horváth Miklós, a Károli Gáspár Egyetem tanára, kutatócsoportjának vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, köszönöm! Rigó kívánok. Robert, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának kutatási osztályvezetője. Jól, mond, jól fogalmazok. És azért vannak Jó ők kívánok. itt ketten, mert egy... Egy kutatás vége felé járunk, amelyik egy új szempontból tárja fel az igazságot, az 56-os megtorlást, 56-os megtorlásban a pereket dolgozták fel új szempontból. Professzor úr, mi ez a, az új szempont, ami mentén önök neki láttak az iratanyag feldolgozásának? Ez az új szempont, ami természetesen idáig ezt az utat nem járta végig, a tudomány módszerével és eszközével senki, az, hogy bár már tökéletesen tudjuk, például a Nemzeti Emlékezett Bizottság feltáró munkája eredményeként az adattárakból, hogy ki közben működtek, akár a politikai szférából, akár a bírói testületből, ügyészi szervezetből a, a megtorlásban, de valahogy mindig úgy elfeledkeztünk, bár egyedügyek vizsgálatánál ezt nem tettük meg, a szakértőikről, hiszen, mint most, akkor is speciális tudású szakértőket vettek igénybe, különböző kérdések véleményezésében, eldöntésében, így például ugye fegyveres harcok esetében fegyverszakértőket, általános szabály volt, hogy a legsősabb büntetéssel fenyegetettek mindegyikét, elmeorvosi vizsgálatnak kell alávetni. Tehát elmeorvosokat vontak be a vizsgálatba, és hát a, a halottak voltak, akár a, az áldozati oldalról is, akkor a poncoló a, a orvosok szakvéleményét kérték ki. Tehát ez, ez, ebből a szempontból, vizsgáltat kutatócsoport interdisziplináris összetételben, tehát, tehát nem, csak ebbe, nem csak történészek, hanem orvosok, gyakorlóigazságügyi szakértők, pszichológusok, jogtörténészek. És hát ez a közös munka adott szerintem egy olyan megközelítés, és most már látjuk is az eredményeket, 18 tanulmány vár kötetberendezésre és megjelenésre, hogy érdemes volt vizsgálni ezt a területet. Volt-e valamilyen előfeltételezésük, aminek az igazolására indult ez az egész vizsgálat, Rigó Robert? A Nemzeti Emlékezet Bizottsága létrehozott egy perek 56-os adatbázist. Első körben azt a hát közel 300 pert vizsgáltuk, ahol halálos ítéletek születtek a perek végén. Hát Jelen tudásunk szerint 231 főt végeztek ki ilyen 56-os megtorló perek során, és ennek az adatbázisnak elég fontos része volt az, hogy nem csak a vádlottaknak igyekeztünk az életútját föltárni, tehát hogyha valaki rámegy erre a NEP honlapján keresztül erre az adatbázisra, akkor ott gyakorlatilag minden egyes vádlottnak az életrajzát igyekeztünk feldolgozni, nem csak a vádlottakét, hanem az ügyészekét, a bírákét, lehetőleg a pernek a különböző állomásait, a nyomozati szakaszt, az ügyészi szakaszt, a bírói szakaszt pontosan dátumokkal feltárni, Tüntetve. tehát minden egyes perről, minden egyes szeméről elég ö, részletes ö, információkat lehet itt találni, és hát ennek a közös munkálkodásnak eredményeként született meg ö, tavaly például a Ciner Tibornak, a Gyorsdalpaló elvtársaknak című nagyszabású kötete, amiben hát ö, a ilyen gyors talpalon egy év alatt képeztek ki gyakorlatilag bírákat és ügyészeket 1949 és 54 között, és hát elég sok olyan ügyész bíró van, akik hát ilyen módon végeztek, és az 56-os megtorló perekben elég jelentős szerepük volt ezeket. Tehát ott a vérbíróknak, a, a halálos ítéleteket aláíró bíróknak egy egy jelentős rész része. része. Így van, és hát ez, ahogy mondtam, itt hat elemi, vagy nyolc általános után lehetett menni erre a képzésre, és tehát még érettség is kellett hozzá, és egy év alatt lehetett. Hát nyilván a politikai érdekek kiszolgálása volt a cél, mert hogy korábban a megtizedelték elég uh, markánsan a, a bírói ügyészi kart, nyilván akik a ideológiai korszakban, így van, uh, kerültek ezekbe a pozíciókba, és hát a politikának új uh, megbízható végrehajtókra volt ö, szüksége. Tehát a dolog lényege csak, amit szerettem volna mondani, hogy tehát ezek az életrajzok is, illetve hát, hogy egy-egy bíróhoz mondjuk, hogy hány perben hány halálos ítélet, vagy súlyos ö, ítélet, ugye egy idős tíz évnél ö, hosszabb ö, ítélet Ezeket ott szépen nyomon lehet követni mind-mind. És hát a szakértői rész még ennek nem volt meg ennek a, ebben az adatbázisban, és hát most nyilván az is cél lenne, hogy akkor összeszedjük, hogy kik voltak azok a különböző perekben a említett, tanár említett szakértők, és hogy velük is kiegészítsük majd ezt az adatbázist. Hogyan fogtak hozzá a munkához? Mi volt a, a módszerük, professzorul? Tehát én említettem, több kiinduló munka tanulmányok egy-egy perfeldolgozás. Éreztük, éreztem én magam is, hogy, hogy, valami nincsen rendben. Én a kötetben, de már 91-től kezdődően időszakosan foglalkoztam a Budakeszin történt eseményekkel, ahol de két fő öngyilkosságot követett el. Az egyik Sziklai Sándor, aki a Hatatet Intézetnek volt 1900 fokozatban a vezetője, és az ő apósa a Fő 28 számba, és, és nem tisztázott körülmények között. Na most az egymásnak ellentmondó források, feldolgozva jutottunk el a szakértői véleményekig, hogy Megállapítást nyert, hogy az első szakértői boncolási jegyzőkönyvet, miután nem felelt meg a politikai elvárásainak, a politika elvárása ezekben az ügyekben a szemet szemért fogad fogért, a rendszer kb. 230 embert minősített a rendszer hősi alatjának, és elhatározás volt, hogy legalább ennyi föl fognak akasztani, ennyi szemét föl fog. Egyébként 1985. szeptemberében Kádár János Gorbacsovval Moszkvába találkozott, és Gorbacsov rákérdezett, hogy hogy volt ez, hogy történt ez annak idején, és Kádár elmondja, hogy amikor a az ártatlanul meghalt személyek számát, a kivégzettek száma elérte, szóltunk az eltársaknak, álljanak le. Yes, tehát szó szerint tudjuk, hogy tehát pontosan tudjuk, hogy kiket nyilvánított a rendszer hősi de ennek a 225 főnek a 30%-a messziről nem látott felkelő szabadságharcos, vagy öngyilkos lett, mint esetünkben a Budakeszin történtek, vagy a szervezetlenség következtében lőtték a határőrök a katonákat, a szovjetek mindenkit, és keletkeztek ezek a halálesetek, amelyek számosan sokkal nagyobbak voltak, de a rendszer valami el alapján, rendező valapján alapján eldöntötte, hogy ezek közül kik lesznek hősé alottak, kiket nyilvánítanak annak. De mégis honnan jött az alap gondolat, hogy itt a szakértői véleményekből valamiféle érdekesség ki fog derülni, vagy valami mintázatra rá lehet lenni? Hát, ugye az elég jól látszik, hogy ezek koncepciós, konstruált perek voltak, előre megvolt a, a forgatókönyv, és hát a bizonyítékokat, hogyha nem voltak vagy esetleg felmentés ö, jött volna szóba mondjuk az elsődleges szakértői vélemények esetében, akkor oda küldtek egy olyan szakértőt, aki ö, felülírta mondjuk az elsődleges szakvéleményt. Tehát magyarul fölmerült önökben az a gyanú, hogy itt bizony meghamisítottak bizonyítékokat, Igen. szakvéleményeket annak érdekében, hogy egész egyszerűen darabra annyi halálos Igen. ítéletet végre lehessen Igen. hajtani, amennyit a politika kitűzött. Így van, és hát az a koordinációs bizottság, amiben benne volt a, a legfőbb bíróság, a, a, a legfőbb ügyészség, illetve az igazságügyminisztérium részéről is a, a képviselők, azok összeültek az egyes pereknél, és megbeszélték, hogy most itt halálos ítélet, illetve hány halálos ítéletre van szükség, és utána gyakorlatilag ezt a bírósági eljárás során úgy kellett az ügyet vinni, hogy megszülessen a kívánt számú halálos, súlyos ítéleteknek a száma. És Gyakorlatilag behoztak olyan szakértőket, akik hajlandóak a szakmai tisztesség minimumát sem betartva ilyen szakvéleményt. Igen, hát voltak ilyen kipróbált, és most tegyük idézőjelbe a szakértő jelzőt, a kipróbáltak már ugye az 56-ot megelőző megtolási időszakában a is, uhum. tehát tudták, hogy kik azok, akiket elsősorban fel tudnak használni erre a célra, de például egy, egy a Miskolci esetet tudnám felhozni. Ugye október 26-án ott a BM megyei főosztályánál sortűz leadására került sor, ami később népítéletbe torkollott. Ugye 16 fő halott van, marad az utcán, és egyik áldozata ennek a népítéletnek, Mohai Százados menekülve ebből a szorult helyzetből egy cukrázzába ment be, ahol félve a következményektől öngyilkosságot követett el. A boncolás során megállapította a két Miskolci orvos szakértő, hogy igen, öngyilkosság követett, bemeneti nyílás, nyílás, lőcsatorna, egy év, de miután a politikai vezetés, valakik, hát Biszkú Béla volt a belügyminiszterként ennek a fő operatív irányítója, úgy döntöttek, hogy minden meghalt államvédelmi tiszt ellenében fel kell mutatni halálos ítéletet vagy ítéleteket. Függetlenül próbál, attól, hogy a forradalmárok ölték meg, így, vagy, meg, vagy öngyök, vagy vagy a meggyőzni elütőt. a két igazságügyi szakértőt, Só, sótonyi Gábor az egyik másik pedig Fejfer nevezető, akik ellenállnak, akik azt mondják, hogy nem hajlandóak, felülírni azt, amit ők első vizsgálatnál megállapítottak, letartóztatták ezt a két szakértőt, módszertani voncálását, kihantolták mohait, és a többi népi étele áldozatának esett államvédelmi tisztet, de boncolást rendeltek el, és ezt a jegyzőkönyvet aláíratották azokkal a boncoló orvosokkal, akik idáig még ellenálltak, és mutatva, hogy letartóztatás és pályaelhagyás lesz a következménye, ha nem azt csináljátok, amit kell, végülis megalapozták a későbbi hasonló eseteket. És hát ez a két szakértő a hivatása további gyakorlása érdekében arra kényszerült, hogy a bírósági tárgyaláson, mint tanúk, úgy tegyenek, bár a sorok között kiolvasható, hogy ők ragaszkodtak továbbra is az elsődleges eredményekhez, de mégiscsak közeműködniük kellett abban, hogy Kelemen Endre által és Solá Vilmos által összeállított szakértői vélemény az, ami alapján a bíróság, és akkor beforta a seb, eltűnt a lőcsatorna, tehát nem öngyilkos lett, hanem a bántalmazás következő összete életét, két szemét ítéltek, csak mai ellenében a végrehajtott halálos Mennyire volt ez jellemző, hogy bezsorolták a szakértőket? Vagy volt, aki önként és dalolva vállalt szerepet ezekben a jelentésekben? Hát én úgy látom, hogy volt, minden típus volt, tehát voltak olyanok is, akik mondjuk a Kelemen Endre, akit a professzor úr emlegetett, tehát ő számos perben előkerül az ő neve, és már korábban az 50-es években is, ő egy megbízható Jolly Joker volt, hogyha a politikai érdekek szolgálatába. Ő szükség egy orvos volt? volt? Igen, igen, igen. Szükség volt szakértői véleményre, akkor ő olyat készítettem, amilyen szükség volt. Persze olyan orvos volt. Szakért... Ő kapott, -e? tehát tudunk a Kelemenről valamit, hogy ő ezért hm. szakmai előmenetelt pénzt, bármit kapott volna cserébe? Közben szólva, csak röviden, Kovács professzor, dr. Kovács Gábor a Győri Egyetemről és a támogatott dr. Andrusz Szécsi András, ketten oh, készítettek ebbe a kötetbe egy tanulmányt, ami Kelemen Endre élettörténetét dolgozza, föl egy kiváló munkát készítettek, tehát igen, igen, a válasz. De... <Színt> e, és hát voltak olyan szakértők is, akik e, nem zsaroltak meg, és e, mondjuk amit én vizsgáltam esetet, Kiskumajsán egy, egy népítéletet, ott a főző Endre, aki orvosszakértői véleményt írt, ő éppen cáfolta a, a vádban megfogalmazott koncepciót, hogy nevezetesen egy zászló rúddal ütötték agyonna ottani begyűjtési biztos, mert hát azok nem voltak túlságosan népszerűek, akik a, üldözték a kulákokat, parasztokat, ugye a beszolgáltatások időszak és egy ilyet Neményi Józsefet verték agyon ott a városnak a főterén, és itt az volt a, a vádiratban, hogy egy zászló rúddal az első számú vádlata Patyi István szúrta agyon gyakorlatilag ezzel, és ő szakértőként cáfolta, hogy ez nem történhetett meg. Micsoda szimbólumok, zászló rúddal agyon szúrt, begyűjtési népbiztos? Tehát ez nem Igen. történhetett meg. És akkor megjelent? Ő ezt a boncolás alapján, ezt jegyzőkönyvbe rögzítette, és gyakorlatilag ez alapján, nem ez alapján végezték ki, hanem egyébként kivégezték, csak módosítottak a vádiraton, és akkor nem zászlórugdal, hanem hogy agyorugdosták. E és őrőlatt ez, ez nek az orvosnak mi lett a sorsa? Aki adta a szakvéleményt? Ugye ő ellentmondó ő... szakvélemény, tehát a vád per ítélet ellen. Egy vidéki orvos. kecskeméti kórházban mm -hmm. dolgozott, és őt nem érte éppen Jöten. emiatt retorzió, tehát a politika elérte a célját mert hogy emiatt a begyűjtési biztos miatt egyébként itt az első perben három halálos ítéletet hajtottak végre, és egy életfogytiglani, és utána még egyszer elővették ezt az ügyet, akkor újabb három halálos ítélet született, de olyanok ellen, akik egyébként eddigre már külföldre menekültek, és rajtuk nem tudták végrehajtani, de itt is született még egy életfogytos ítélet. Tehát, mm. hogy itt gyakorlatilag egy ember agyonverése kapcsán született, hat halálos ítélet és két élet volt tiglani ítélet ebben a perben. Tehát a politika elérte a célját a szakértői vélemény ellenére is. Zömi, igen, parancsoljunk. Tehát a Ilyen szó volt itt a buncoló orvosokról, de legalább ennyire egy kényes terület az elmeorvosi vizsgálat. Egyébként a Kelemen Endre, mint Jolly Joker, bírósági orvos, igazságügyi szakértő volt, elmeorvosi vizsgálatokat is végezhetett. Mindenhez értett. Minden, mindenhez értett, hiszen ő volt képes előállítani, hiszen ugye azt tudjuk jól az 56 követő megtorlásról, hogy ugye a jogi köntösbe, ugye Káler Frigyesem, Kis Sándor munkássághoz köthető meghatározás, tehát egy jogi köntösbe bújtatott megtorlás volt, tehát igyekeztek úgy csinálni, minthogyha itt a, a az igazságszolgáltatás, én általában az itt zárójelbe szoktam tenni, a, a saját, az akkori szabályok szerint ezeket betartva teszi a dolgát mindenfajta befolyástól mentesen. És hát, hogy az elmeorvosoknak az volt a feladatuk, hogy megállapítsák, hogy a, a vádlott, hogyha vádlotti szakaszban volt, a, vagy a terhelt, e, volt-e, tehát a, fel, volt -e abban a helyzetben, hogy felismerje, tette társadalmi e, veszélyességét. És sok olyan e, e, vád alá helyzetről tudunk, és a szakértő anyagokból is ez kiderül, ahol e, megkérdőjelezhető e, az, hogy képes lett volna felismerni, ugye tettének hmm. következményeit. Itt is az els, volt olyan eset, amikor az első elme orvosi vizsgálat megállapította ezt, így ugye halálos ítélet nem, tehát nem hmm. lehetett volna hozni ellene, akkor a, a második szakértő már egy kicsit enyhített ezen a, karakteres megfogalmazáson, és hogyha a védő merte, mert ugye a védők is egy választott listáról kerültek ki, mert újabb szakértői vizsgálatot mert kérni, akkor volt a legfelső szintű ugye, igazságügyi szakértői bizottság tanács, amelynek a, az értékítéletét nem írhatta volna felől egyetlen egy alsóbb szintű vélemény sem. Ennek ellenére ugye tudunk olyan ügyről, amely például György Sándor kollégánk kutatás alapján, amelyben megtörténik ez, mert talán még árnyalható, ugye a Koordinációs Bizottság, amelyiknek az volt a feladata, hogy a legfelső pártvezetés döntése szerint politikai döntései szerint irányítsa, koordinálja a, a megtorlást. Minden, 56 előtt is szabály volt, minden olyan ügynek a bizottság elé kellett kerülni, amelyben a, a vádirat szerint várható volt, a, viszont kérte a vádiratba, hogy a legsősebb büntetést kiszabják. Tehát minden egyes kivégzett ügye ítélt, mert ugye több arra ítélt, mint a kivégzett. Ugye megjárja a, a, a Biszko-Béla vezetésével működő koordinációs bizottságot, és ugye a legfelsőbb bíróság elnöke, az igazságügyminiszter, a legfőbb ügyésznek az volt a feladata, hogy a saját vonalán ugye ezt a döntést érvényesítse. Ez a koordinációs bizottság egyébként nemrég a már említett Zinner Tibor eba a is kiváló munkát tett le az asztalra. A koordinációs bizottság döntött, hogy, hogy, igen, hozzák meg, hozzák, ha meghozzák, akkor a szakértői oldalról meg kellett támogatni a látszat is ezeket az ítéleteket, de döntött úgy is, mondjuk a 60-as évek elején, ugye a késő, a megtorlás késő időszakában, hogy ezt igen, a, másikat meg nem, ezt, ezt, ezt nyilvánítsuk elmeállapotában gyengének, ezt, ezt pedig írjuk felül a szakvéleményt és akasszuk föl. Tehát, Kézi vezérlése, Viszku Béla, ahogy én szoktam és írtam, egyébként már ezt a 90-es évek közepétől tudjuk, sajnálatos módon ez sehol nem, verte, nem ért el az inger küszöböt. Viszku Béla patika mérlegen mérte a halált a politika elvárásainak megfelelően. Milyen egyéb szakvéleményekről? Most itt az orvosi szakvéleményekről beszéltünk, de hát egy bírósági eljárásban számos más szakértő is szerepel. Mik voltak még jellemzőek? Hát fegyverszakértői vélemények is előkerültek több perben. Például a tanár által kutatott előbb említett perben is. A ez, ügy, igen. ügyben is ez igen. fontos volt, és hát több, több más ügyben is tudunk erről, hogy hát ugye itt sokszor fegyverek dördültek el, vagy fegyverrejtegetésről volt szó az egyes perekben, ugye 1900. 56. december 11-től rendelik el a rögtönbíráskodást, aminek hát az egyik fő cél, hogy a kiuttatott nagyszámú fegyverek, amik a lakosság körében vannak, azokat, hogy lehet összegyűjteni. Ezek Lezben... még ilyen második világháborúból ott maradt? Hát nem, a forradalom 56 alatt. a forradalom alatt. Ugyan, a fegyverraktárakból a, a, a golyószóró, kézigránátok, kézi azokat kell visszaszerezni. az oroszoktól, tehát Elvették az oroszoktól a, a fegyvereket, és hát a, a statáriumot ö, hirdette ki, hogy aki addig visszaviszi, az, az büntetlen, de akinél utána megtalálják, az, az gyakorlatilag halálos ítélettel sújtható és fegyverrejtegetésnek számít. És hát nagyon sok olyan pert is talált, láttunk, meg ez is köztudott volt korábban is, ahol maga a rendőrség rejtette el a vádlottnál a fegyvert, annak érdekében, Annak érdekében ahogy... hogy mm. e, statáriális e, módon elő lehessen állítani az adott szemét, és hát ilyenkor is a fegyverszakértők. Összesség e, volt. E, tehát például a fegyverszakértés az említett sziklai ügy ügyben. E, most már a, a, az előbb említett szerző, orvos szerző páros e, Kovács Gábor és Szécsi András, e, orvosként, Kovács gyakorló igazságügyi szakértőként, boncoló orvosként értékelte a, a, két, két szakértői véleményt. Ugye az első az megállapította, hogy mindkét halott, Szikla és az apósa is önkezüleg vetett véget az életének, és ennek megfelelő, és ezt a fegyver szakértés sem kérdőjelezte meg. Ugye Kelemen Endrének feladata volt az, hogy bebizonyítsa, hogy legalább az egyik Sziklai Sándor népítélet következményével halt meg, és akkor itt a fegyverszakértővel összedugva a fejüket, kitalálták azt a verziót, hogy, hogy nem a szolgáljuk fegyverével, ugye homlok a közepéhez tartva, lett öngyékos, miután előtte megsebesítette egy felkelő szabadságharcost, aki márciusban belehalt a sérülésbe, hogy ki tudják menteni a, a, sérültet, az egyik felkelő kézigátor dobott a ház felé, a kézigránát szilánkjai, ugye az ajtót megroncsolva, mögött álló sziklait és apósát részben a lábán megs megsértette. Tehát valószínű, hogy ezeknek a sokkos hatása alatt döntött úgy a sziklai, hogy fejbe lövi magát, és, és ezt követően már tanú előtt, házban volt egy hölgy, Varjaski Milánné, kijött a szobából, és mondta az após is, hogy ő is, tehát ő öngyilkos lesz, és, és, ott helyben meg is történt. Na most kitalálták, hogy ez így nem történhetett, és de a sérülés az adott valamit találni, és a kézigránátnak van egy úgynevezett menetes része, aki volt katona, tudja jól, hogy ugye van a nyél, a, a menetes rész és a kézigránát fejét, a tehát a robanó rácsavarjuk. Tehát, hogy ez a menetes rész épségben megmaradt, a, a detonáció hatására a homlokára fűtődött uh -huh. és ut, utána lepattant, és ez eszméletvesztéssel járt, és hát a holttestet ugye kihúzták Budakeszén a főutcára, tehát a, nem a holttestet, a még élő sziklait húzták ki, és hát ott e, ketten, de a halálát okozhatták mondjuk azzal, hogy e, undorító, de, de megköpködték, vagy e, bottal Itt. a testre e, ütöttek. Az, hogy a feje hátoldalán volt egy nagy kimenet is. A... Az... Sőt, tehát a, ugye a Kelemen Endrének az volt a módszere, hogy demonstrálta a szakvéleményeit, tehát Egyébként ez volt a gyakorlat, hogy azokban az ügyekben, ahol gyanú merült föl az idegen kezűségre, az inkriminált testrészeket ugye leválasztották, és ezeket eltették későbbi vizsgálatra. Na most azt mondták, hogy, hogy igen, a szikla és az apósa fejét is eltávolították, és a bíróságon megjelent két koponyával, amit a polcáról levetett, mert az ismeretlen hallottak esetében és a későbbi azonítás érdekében ez történt. Levette, és akkor felmutatta az egyiket, hogy hát nézzék meg, a sérülés itt van, nincs ki nyílás nincs, és ez egy demonstráció. És akkor az egyik vádlott megegyezte, hogy már elnézés, de a sziklai egy magas, robusztus személy volt, akinek másfélszer akkora volt a feje, mint az apósának, és akkor most miért a kicsi feje a sziklai, és miért a, 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 az após. Tehát itt a fegyver szakértő megtámogatta azt, hogy igen, a detonáció következtében hány méter per szekundum, milyen sebességgel ütődik neki, csak hát attól az 5-6 cm-es kráterszerű sérülés, és a, a lőporgázok keltette nyomás miatt, elnézést a hallgatóságtól, hogy nyugalomra, meg, megzavarására alkalmas dolgokat mondok, ugye az agyvelő és a koponya roncsolását ugye el kellett tüntetni. És akkor a bíróság, mert azért ilyen is volt, első fokon két főt halálra ítéltek, de azok közül, akik elhagyták az országot. A másod, ugye másodfokra emelték az ügyet, ahol szintén a bíró próbált megfelelni az elvárásnak, két embert halálra kell ítélni, halálra ítélt két embert, aki szintén akik szintén elhagyták az országot, és miután gumiok szabályok voltak, tehát a súlyosbítás tilalmát feloldották, tehát bár ha az ügyész nem kéri, a vádot nem kéri, az enyítés, az ügyés, a súlyosbítást, akkor is súlyosbíthattak, tehát újra elővették az ügyet, és addig nem nyugodtak, amíg két embert fel nem akasztanak, a soha el nem követett egy gyilkosság vágyával. Te hiszen ahogy a műsor elején mondtuk, volt egy elvárás, egy kvóta, amit egy teljesíteni. amit teljesíteni kellett, és hát a hatalom ezt és átmondom a, ilyen módon az operatív hmm. bizottság és az alárendeltjeik, ezt ugye nem ellentmondásmentesen, ugye ez az ügy is bizonyítja, nem mindenkiből tudták kikényszeríteni a az elvárásnak megfelelő végrehajtható halálos ítéletet, voltak, akik eb, így ellenálltak, de megvolt a módja annak, ha azt akarták, hogy valakit megöljenek, akkor megöltek, és mindezt igazságszolgáltatásként örökítették át. A műsor elején említették, hogy azért a sorok között ki lehetett olvasni, hogy a szakértőnek a véleményesen feltétlenül egyezett. Tudnának példát mondani erre, hogy hogyan? Hogyan lehet kikövetkeztetni, hogy a szakértő valójában ez csak kényszer vagy zsarolás hatására fogalmazott meg ilyen véleményt? A motivációkról. Üdöttem. Tehát, tehát hogy, hogy, hogy jutottunk el odáig, hogy a Károly Gáspár Református Egyetem mert megkérdetett pályázatra beadtam ezt a témát. Abban a tudatban, hogy a, a kutatócsoport tagjai, ugye, mint Rigó, Robert is és említett személyek, képesek lesznek felkészültségük, végzettségük alapján ezt a problémát megoldani. A motiváló tényező volt, György Sándornak a, a több ügyből tapasztalatait összefoglaló kiváló tanulmánya, ő, ő két újabb tanulmányt jelentett meg ebbe a kötetbe. De motiváló tényező volt az a fajta magukat szakértőnek, történésznek nevezők részéről újra és újra felmerülő történelem hamisítás, amely abból táplálkozik, hogy Szelektálnak a források között. Tehát ismerünk egyet, aki több munkában, a, a, a velem egykorú, úgy néz ki, hogy a, az élete hátralévő részét arra tette föl, hogy, hogy és sajnálatos módon a média inger küszövét ez répi. Át, hogy bebizonyítsa, hogy a, a kivégzett 56-osok nem is voltak annyira makulátlan személyek. É, és és hát Szelektár, és akkor, és újra akkor újra újra. a Kelemen Endre szakértői véleményéből kiindulva, kiindulva abból, hogy túl nagy különbség nincsen a kádári megtorlás során alkalmazott hatalmi technikák és módszerek között, mint a idézem szó szerint, a jelenlegi demokráciába hogy akkor sem verték a vádlottakat, mint most sem verték, sem verték, nem voltak kényszervallomások, és hát végül is a Kelemen Endre, a, a, Tuti, aki, aki megírta, hogy így halt meg, és mindenki álljon félre az útból. Minden út Rómába vezet, előbb-utóbb Kelemen Endre. Igen, álljon félre az úrból, mert aki ezt állítja, az szakmai eszközökkel ugye nem állítható félre. Hát jönnek azok a, ugye a hazánkban ritkán alkalmazott módszerek, hogy született, élt, írt, e, 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 ki volt, e, kik szégyenkeznek miatt, kik nem szégyenkeznek miatt a te, technikák. Tehát igazából ez volt, ami nálam az, a végső lökést, hogy bár ugye két éves kutatómunka, húsz személy tevékenységét összefogni, nem kis feladat az én koromban, de ezt meg kell csinálni, mert ha a jelennek nem is tudunk ezzel üzenni, de a jövőnek igen, hogy úgy szakértsetek, úgy tegyétek a dolgotokat bírók és ügyészek, hogy egyszer jönnek majd ilyen Rigó Robert szerű történészek, kutatócsoport mindegyik tagját felsorolhatnám, akik tükröt állítanak, hogy hol és milyen formában léptétek át a szakma, a hivatásotok határai. A tisztesség határai. Annyival egészíteném ki a professzor úr által elmondottakat, hogy tehát, megdöbbentő, hogy Ugye vannak tényleg olyan kollégák, akik különbséget tesznek, hogy az 56-os megtorló perekben már nem koncepciós perek voltak, mint mondjuk a rákosi korszakban, hanem, hanem ezek a perekben már tényleg igyekeztek jogszerűen eljárni, és az igazságot, igazságot kideríteni. Most én, hát ö... jogszerűen lehet, hogy jogszerűen eljártak hát el, sem, de... sem, sem, <laughs> sem. Tehát, hogy én foglalkoztam 1945 utáni népbírósági perekkel, Foglalkoztam a 50-es években, a 51-52-ben, a rákosi időszakban elkövetett ilyen teljesen légből kapott koncepciós perekkel, illetve most ö, ö, szerencsém volt ilyen 56 utáni megtorló pereket is megnézni, és én azt látom, hogy, hogy gyakorlatilag 1945 első pillanatától kezdve a népbíróság ítéletek, amiket 45 tavaszán, tehát nagyon korán már, ugye 45 márciusában, áprilisában elinduló népbírósági perekben is ugyanazokkal a módszerekkel történik, nem tudom, hogy hogyan, hogy hozták ilyen gyorsan a technológiát, hmm. nyilván a a szovjet, szovjet és tisztek útmutatásai alapján. Nagyon korán megjelentek, és ugyanezt a technológiát alkalmazzák mindvégig. Tehát az egyik legfontosabb a szovjet jogrendből hozott újítás Magyarországra, ugye, hogy a beismerő vallomás az, a, az, az mindent visz, és a kikényszerített vallomások tömkelegét lehet ezekben a perekben nyomon követni, és hát 56-ban is nagyon jól látszik. Nyilván ezek sosincsenek kimondva, de azért a bíróságon, amikor olvassa az ember, ezek ugye sokszor ilyen több ezer oldalas egy-egy peranyag, vagy 7-800 oldalas legalább, hogy ott azért a, 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 a vádlott, akit ott a bíróságon kérdezgetnek, azért csak elmondja, hogy miért mondta ezt, hát azért, mert hogy hogy addig vertek, amíg ezt nem mondtam, és hát vannak ilyen félszavak, utalások, mm -hmm. amiből ezt össze lehet rakni, de itt tényleg az a lényeg, hogy nagyon ö, alaposan kell ezeket a szövegeket szóról-szóra, mondatról-mondatra értelmezni, és az biztos, hogy ö, Ebben a kutatásban azért részt vett több PhD-s hallgató is, tehát a oktatók mellett fiatal kutatók is, és az, hogy ők is ezt így nagyon szisztematikusan végigvitték, professzorul több fórumot szervezett, ahol ezeket átbeszéltük ilyen műhelykonferenciák konferenciák keretében, doktorandusz konferenciák keretében, hogy hogy azért ezt a szemléletmódot, hogy, hogy mennyire alaposan oda kell figyelni az egy-egy elejtett félszavakra, mondatokra, és hogy az egészet, hogy lehet ezt a konstrukciót összerakni. Hát ezt azért módszertanilag is mm -hmm. ehhez kell egyfajta szemléletmód, alaposság, tudás. Nyilván a, a korabeli jogszabályoknak az ismerete, mert hogy azért a jogszabályi környezetet is folyamatosan igazították hozzá, hogy, hogy ezeket uh, hogy lehet ugye erősen idézőjelbe jogszerűen mégiscsak uh, végrehajtani. Persze még úgy se lehetett, de azért azért mindig uh, újra bevezetik a népbíróságokat uh, 1957 nyarától, amik ugye 45 és 50 uh, között működtek a háborús és népellenes uh, bűnösök ellen, és akkor most újra bevezetik uh, ugyanezt az intézményt, ami már egyszer viszonylag hatékonyan működött ebből a szempontból. A erőszakra alkalmazására összetérve, és hangsúlyozom, ez a 90-es évek közepétől rendelkezésre álló is, ismeret. Tehát a Biszkó a, a vezérelte politikai nyomozó főosztály eh, tagjai eh, végig operatív módon eh, részt az eljárásba. Tehát eh, például, a, és ez dokumentálva van, eh, a, a, ugye a, a nyomozás befejezése után jön az ügyészi szak. Az ügyész a, a, a nyomozó jelenlétében hallgathatta meg csak a vádlottat, és ha valakinek volt bátorsága, és elmondta már ebben az időszakban, hogy, hogy visszavonom a az összes vallomásomat, mert zsarolással, kik, veréssel kikényszerítették ezeket a vallomásokat, akkor fölállt a nyomozó, és azt mondta, hogy új adatok merültek fel a nyomozásba, ezek kérjük vissza pótnyomozásra. És visszakérték az ügyet és a szemét pótnyomozásra, ami azt jelentette, hogy újabb verés, újabb kényszerek, újabb zsarolás. Az ügyészi szakban, a következő ügyészi szakban már azt mondta, hogy nem érdemes elmondani, majd talán a bírósági szakban. És amikor elmondja a bírósági szakba, hogy hogy született, nem egy esetben elkülönítik az ügyet, visszakérik az ügyet, és ugye. Tehát ha, ha eldöntötték azt, hogy valakit az akkori logika szerint, mert, mert, harcolt, nem fogadta el, hogy a szovjet fegyvereket támaszkodva a Kádár rendszer megszilárdul Magyarországon, mint például Iván Kovács László azt mondja, a vallomásában azért társadalom el a fegyvereket, mert ahogy ezt a röpcédulán írtam, ezt a jogbitorló vezetést nem ismerem el, és bármikor lehetőség adódik rá, újrakezdem a fegyveres harcot. Ők, ők így haltak meg, viszont így halt meg, és többen vannak. És voltak azok, akik nem követték el azt Ez világos a beszélni. cselekményt, és, és mégiscsak vitófára juttatták őket. Okay. Meddig voltak jellemzőek ezek a kikényszerített, meghamisított szakértői vélemények? Mik az utolsó előfordulásai is? Hogy lett vége ezeknek, ennek a gyakorlatnak? Nem lehet tudni. Hát azt tudjuk, hogy a, ugye a megtorlás a 50-es évek végén, 60-as évek elején, az első amesztéve egy kicsit e, ugye alább hagyott, de, de jó, a 63-ban történik egy tisztogatás a politikai nyomozati részegeknél, elvégezték a piszkos munkát, a hatalom megszabadult tőlük, mint ahogy próbálták eltüntetni minden nyomát annak, hogy a, a politika, tehát az operatív bizottságiratait megsemmisítették. Ez is egy érdekes dolog, hogy ezeket az iratokat miért nem semmisítették meg, hogy ne lehessen visszakövetni így 50-60 év múlva? Mert abban bíztak, hogy ez örökké. Így maradja a rendszer. Az ne. örök vezetők jönnek-mennek, és és ez nem nem kerülhet nyilvánosságra. Mondjuk az egyes iratoknak azért az összegyűjtés az nem volt olyan egyszerű, mert hogy ezek a perek szanaszéjjel vannak az országnak Nos, a különböző intézményében, és vannak olyan peresiratok is, amik több levéltárból lehetett összerakni, vagy vannak olyan peresiratok is, amik mondjuk egész másnak a perébe került bele, mint mellékszál. Tehát, hogy azon a, a kollégák azért, mikor ezt az adatbázist raktuk össze, az egy több éves munka volt, hogy egyáltalán a halálos ítélettel végződő pereket nem mondom, hogy száz százalékig sikerült összegyűjteni, de mondjuk, nem tudom, 90 valahány százalékig talán sikerült ezeket összeszednünk azokat az anyagokat. A budapesti fővárosi levéltárból, a magyar nemzeti levéltárak, a megyei levéltárak, az állambiztonsági szolgálat történeti levéltárából próbáltuk ezeket a mozaikokat összerakni. Volt olyan szerencsés, esesítő, amikor ez meg volt átolcettig egy mappában, de azért ez, ez, ez emögött is nagyon sok munka van. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak Rigó Róbert, a Nemzeti Emlékezet Bizottságának kutatási osztályvezetője, Horváth Miklós Károli Gáspár Református Egyetem tanára volt a vendégem. A műsor a Nemzeti Emlékezet Bizottságának támogatásával jött létre. Ez volt a Farkasverem, a hírefem történelm órája. Köszönöm szépen, hogy itt voltak. Önöknek köszönöm a megtiszteli figyelmet. Jövő héten újra lesz Farkasverem. Viszontlátásra!